Húsvét van a keresztények legnagyobb ünnepe. Egyházmegyei ifjúsági találkozó a katolikusoknál. Bőti evangelizációt tartottak alsóságon. Programok a tulipánok jegyében. Területi elsősegélyverseny. Húsvéti játszóház, valamint bormustra a KMK-ban. Sepsi-Szentgyörgyi vendégjáték a Soltisnál. A Celi Pingpong csapat vezetőedzőjéről neveztek el termet a gimnáziumban. Ismét erős emberek találkoznak városunkban. 9 góllal verték ellenfelüket a CVSE focistái. Jó napot kívánok! A 40 napos böjt lezárultával ismét elérkezett a húsvét. Az ünnep vallástól függetlenül minden család számára ugyanolyan jelentős, különböző szokásokkal, hagyományokkal emlékeznek meg róla. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, Krisztus feltámadásáról való megemlékezés. Az azt megelőző 40 napos böjt a húsvétre való felkészülés, az önvizsgálat ideje, mikor nem csak a hús fogyasztása tilos, de a lakodalmak, bálok és egyéb zenés mulatságok sem engedélyezettek. A böjti időszakhoz számos egyházi szokás járul, a legtöbb az utolsó hét, nagy hét alkalmából. Jézus keresztre feszítéséről és haláláról az iskolákban misztériumjátékokkal, a templomokban pedig passiójátékokkal emlékeznek meg. Az ünnepkör egyik leglátványosabb szertartása a nagyszombati húsvéti körmenet. Húsvét vasárnap a böjt lezárulásának, Jézus feltámadásának az ünnepe. A 40 napos megtartóztatás után az egyház a vasárnap reggeli szentmisén szenteli meg a húst és a kenyeret, amit a családok az ünnepi asztal körül fogyasztanak majd. Ahogy a karácsony, úgy a húsvét szerepe is átalakult az idők folyamán a családok életében. Főként a kisgyermekeseknél van kiemelt szerepe a húsvéti nyúlnak és a köré épülő ajándékozásoknak. A legkisebbeknek ilyenkor számos lehetőségük nyílik az olyan programokra, mint a nyúlsimogatás, a tojásfestés és tojáskeresés, vagy akár az ünnepi díszek készítése. Természetesen a legfontosabb szerepe ilyenkor a húsvét vasárnapnak van, mikor a családtagok apró ajándékokkal, hímes tojásokkal, csokoládéval lepik meg egymást. Nem feledkezhetünk meg a húsvét népi hagyományairól sem. A vallásos tartalom mellett ebben az időszakban a tavaszt, a természetet, a termékenységet ünnepelték az emberek, amelyhez rengeteg népszokás járult. Ezek közül leginkább a húsvét hétfői locsolkodás maradt fenn, mikor a férfiak házról házra járva vízzel öntözik meg a kiszemelt lányokat, asszonyokat. A húsvét ünnepe a legtöbb vallásban és kultúrában kiemelt fontosságú. Az ünnepkörrel kapcsolatos egyházi szertartásokról szóló összefoglalónkat a következő heti hírmagazinunkban tekinthetik meg. Egyházmegyei ifjúsági találkozót tartottak április 12-én Celdömölkön. A rendezvényen előadások, fakultatív programok várták a fiatalokat, valamint püspöki szentmisén is részt vehettek a kegytemplomban. Szinte teljesen megtelt az egyházmegyéből érkező katolikus vallású fiatalokkal múlt szombaton a Művelődési Központ Színház terme. A Szombathelyi Egyházmegye Ifjúsági Bizottsága minden évben megszervezi a találkozót, hogy a különböző közösségek a templom falain kívül is megismerjék egymást. Idén 5. éve rendezzük meg ezt a, most már joggal mondhatom, hogy hagyományteremtő rendezvény. Még II. János Pál pápa, boldog II. János Pál pápa indította el útján azt a hagyományt, hogy a világ fiataljainak ifjúsági világtalálkozókat hirdetett meg, ami mindig virágvasárnapra esik, és ehhez kapcsolódunk mi itt az egyházmegyében, úgyhogy a virágvasárnapot megelőző szombaton hívjuk össze a fiatalokat az egész egyházmegye területéről. A programsorozat minden évben más településen állomásozik. Idén a celdömölki nagyboldogasszony plébánia kapta meg a felkérést a rendezvény megszervezésére. Fölkérést kaptunk arra az elmúlt esztendőben, hogy rendezzük meg mi az egyházmegyi ifjúsági találkozót. A ifjúsági iroda az egyházmegyében próbálja bevonni a nagyobb településeket, városokat, úgyhogy most ez ide ránk került a sor, és mi örömmel vállaltuk azt, hogy most virágvasárnap előtti szombaton fogadjuk az egyházmegye fiataljait. Nagyon sok önkéntes segít, hogy ez a mai nap tényleg élményszerű legyen, és a fiataloknak adjon egy kis lelki felkészülést, egy kis lelki élményt így az ünnepek előtt. Az ifjúsági zenekar közös énekléssel hangolta a résztvevőket a lelki napra, ami Mikolás Attila egyházmegyei ifjúsági referens, Fehér László polgármester, valamint Kirner Antal Zoltán plébános köszöntőjével vette kezdetét.
A találkozóra az egész egyházmegyéből érkeztek fiatalok plébánosaikkal, hitoktatóikkal, többek között Szombathelyről, Szent Gotthárdról, Zalaegerszegről és Kőszegről. Jó alkalmak ezek az ifjúsági találkozók nekik is, hogy egy kicsikét kötetlenebből hosszabb ideig együtt legyenek, és az a lelki feltöltődés, amit kapnak, az is sokat számít nekik. Az iskolánkban most már több éve hagyomány például, hogy már egyszer elég elzarándokolunk Kőszegről, egy 142 kilométer, arra is sokan szoktak jönni. És ezt a kettőt emelik ki, hogy jó nekünk együtt lenni, és szükségünk van egy kicsit kimozdulni otthonról, és egy kicsit lelkileg is feltöltődni. 10 órakor Kaposi Gábor, a soproni Szent Orsolya Általános Iskola lelkésze tartott előadást, amit közel 350 fiatal hallgatott a Művelődési Központ Színház termében. Ó, hát nagyon jó élmények, már több egyére vagyok itt. Nagyon jó lelki feltöltődést és élményekben részesít bennünket. Van egy közösségünk Kőszegen, minden pénteken 7 órától összeülünk, így a kőszegi feltolók kb. 10-en szoktunk lenni, és minden vasárnap is természetesen megyünk misékre. Délután különböző fakultációs programokkal folytatódott a találkozó. A fiataloknak lehetőségük volt beszélgetni az előadóval, a szerzetesekkel, aki akart, részt vehetett kézműves és sportfoglalkozásokon. A lelki napot 15 órakor ünnepi szentmise zárta, amit dr. Veres András megyés püspök celebrált a katolikus kegytemplomban. Böjti evangelizációt tartott az Alsósági Evangélikus Egyházközösség. Az ünnepi iget hirdetés mellett Katonáné Erdélyi Györgyi festményének leleplezésére és átadására is sor került. Április 12-én böjti evangelizációra gyűltek össze a hívők az Alsósági Evangélikus templomban. Az alkalomnak mostanra már hagyománya van az egyházközösségben, nem csak a böjti időszakban, de advent alkalmából is meg szokták tartani összejövetelüket. Az esemény alkalmából a nőegylet által készített húsvéti kézi munkák is kiállításra kerültek. Minden évben böjti evangelizációt tartunk, Istenre figyelünk, Istenre fordítjuk a figyelmünket, elmélyülünk, önmagunkat megvizsgáljuk, és így készülünk az alkalomra, és utána egy szerény szeretetvendégség keretében beszélgetünk a készülődésről. Természetesen, aki szeretne, az vásárol különböző kézi munkát, amiben úgy szintén ebben a mai modern világban lélek van. Az ünnepi ige hirdetést a Kemenes Magasi evangélikus lelkész Kovácsné Tóth Márta tartotta, aki felhívta a közösség figyelmét a böjti időszak jelentőségére, az önmérséklet és az önvizsgálat fontosságára. A szertartásra a lelkésznőt a Kemenes Magasi Citera zenekar és népdalkör is elkísérte, akik az ige hirdetés után népzenei alapú egyházi énekeket játszottak. A találkozók következő programjaként leleplezésre került Katonáné Erdélyi Györgyi művész tanár oltárról készített festménye is. A tanárnő a képet az egyházközösségnek adományozta, akik a gyülekezeti ház falán helyezték el. A gyülekezet vezetője és lelkésze is köszönetét fejezte ki az értékes felajánlásért. A szertartás hivatalos részének befejeztével a résztvevők a gyülekezeti házba vonultak vissza, ahol a közösség nőegylete tartott szeretett vendégséget és húsvéti vásárt. Celldömölk első májusi hosszú hétvégéje változatos programokat ígér a kultúra és a népművészet kedvelőinek. A tulipán jegyében zajló tavaszi fesztivállal a szervezők hagyományt kívánnak teremteni Kemenes alján. Míg az ősszel kerültek a földbe azok a holland tulipánhagymák, melyek áprilisra virágba borították Celldömölköt. A virágosításból a lakosság is kivehette a részét, aki kedvet érzett hozzá a közterületeken kívül, a háza előtti virágágyásokba is ültethetett tulipánt. Ezzel a kezdeményezéssel egy új tavaszi program is felvetődött, mely május első hétvégéjén kerül először megrendezésre a városban. A Tulipán Fesztivállal egy új művészeti, hagyományőrző rendezvény honosodik meg Kemenes alján. Hosszú hétvége lesz, május 1-től 4-éig. Gyakorlatilag aktívan pihenéssel tölthetjük majd az időt, így május 1-én, 2-án, 3-án és 4-én is lesznek rendezvények, és ennek az összefoglaló címe a Tulipán Fesztivál. 1-én, mivel 1-e a majális napja, május 1-e, retro majális szervezünk. Régi celi zenészek, régi csibészek állnak össze újra zenélni, így a Drazsé együttes, a Sirius együttes, a Fény együttes fog fellépni, és kiegészül a 9517 formációval. Azért retro majális, amellett, hogy a régi
celi rockerek, zenészek zenélnek majd, hogy virsléssőrjegyek is kaphatóak, mint régi május elsőjéken. Hajba Zoli lesz a vendéglátósa retro hangulatban ennek a majálisnak, és lehet ilyen sör és virsli jegyeket váltani, amik egyben tombola jegyek is lesznek, és ez az este egy tombola sorsolással zárul majd. Május 1-én a KMKK Ártmozi nosztalgia filmvetítéssel készül, a gyerekek a VUK című rajzfilmet nézhetik meg, a felnőtteket pedig a Magyar Retro 2, illetve a Sose halunk meg című filmre várják a szervezők. Május 2-án és 3-án a főszerep a Tulipánoké lesz. Május 2-án és 3-án mindkét napon a Szent Háromság téren és a Művelődési Központ előtti téren kirakodó vásár, gasztronómiai ízek vására, kézműves bemutatók, utcaszínházi programok, bábszínház, óvodások műsora várja az érdeklődőket, tehát igazi népies kavalkád hangulat kerekedik majd remélhetőleg, és minden délután pedig szórakoztató kulturális programok várják majd az érdeklődőket. 2-án a fesztivál köszöntőnk lesz délután 3 órától, tánccsoportok, zenészek, együttesek lépnek fel a nagy színpadon, 6 órakor pedig a színházteremben a japán dob ütőegyüttes koncertjét tekinthetik meg az érdeklődők. A péntek esti házi bulinkon a Triász zenekar lép fel, ezt a házi bulit pedig a helyi zenészekből, fiatal zenészekből verbúválódott Potyautasok zenekar teszi majd még színesebbé. A Tulipán Fesztivál május 3-án is folytatódik a Művelődési Központ előtti téren. Népművészeti kiállítás és kirakodó vásár is kíséri a rendezvényt, amit a Republik Együttes koncertje zár. A szombati programjaink sorát kiegészíti és tartalmasabbá teszi a népzene és néptánc bemutató, ami délután 3 órakor kezdődik, majd fellépnek a helyi és kemenesaljai népzenészek, népdalkörösök, néptáncosok, és természetesen érkeznek vendégek Ajkáról, Sümegről, Pápáról és Gencsapátiból hagyományőrző táncosok. A néptáncos népzenész kavalkád közepette pedig Hollandiából, Utrechtből érkezik a Zeneakadémiának zenekara. Ők adnak délután 4 órakor egy zenés hollandiai üdvözletet a Tulipánok földjéről. Vasárnap délelőtre, mivel vasárnap anyák napja lesz, virágvásárt hirdettünk. Erre várjuk mindazokat a helyi virágboltosokat, árusokat, akik szívesen pakolnának ki a Szentháromság térre, és árulnák a tavasz gyönyörű virágait. A vasárnap délután a Vulkán Park melletti téren a különböző sákhegyi túrák, illetve ügyességi versenyek, akadályfutamok, családi vetélkedőknek a helyszíne lesz. Ezzel zárul majd a 4 napos Tulipán Fesztivál. A rendezvény ideje alatt a Művelődési Központ előcsarnokában a Minden, ami Tulipán címen meghirdetett rajzpályázat alkotásaiból összeállított kiállítást látogathatják az érdeklődők. Május többi hétvégéje sem lesz programoktól mentes a KMKK-ban. 10-én a Cigány Prímás című nagy operettel zárul a színházi évad, 16-a és 18-a között a Celldömölki Makett kiállítás és verseny kerül megrendezésre az intézményben, mellyel egyidejűleg zajlik majd az alsósági tavaszi napok rendezvénye is. Általános iskolások számára szervezett elsősegélynyújtó versenynek adott otthont a KMKK. A próba területi fordulóján 3 csapat mérhette összetudását, és adhatott számot az elsősegélynyújtásban való jártasságáról. A Magyar Vöröskereszt minden évben hagyományszerűen megrendezi elsősegélynyújtó versenyét. A szervezet kiemelt jelentőséget tulajdonít a fiatalok képzésének, elsősegély ismereteik és egészségvédelmi tudásuk fejlesztésének. Április 16-án került sor a verseny területi fordulójának lebonyolítására, melyre 3 csapat érkezett a Celldömölki, a Jánosházi és az Ostviasszonyfai általános iskolákból. Mindhárom csapatnak egy 3 állomásos feladatsort kellett teljesítenie. Az első állomáson írásbeli tesztet kellett kitölteniük a diákoknak, ahol elméleti ismereteikről kellett számot adniuk.
A következő állomáson szituációs gyakorlatokat kellett megoldaniuk. A tanulóknak egy balesethez való kiérkezést kellett eljátszaniuk, ahol a sérültek ellátását kellett szakszerűen bemutatniuk. A harmadik állomás szintén szituációs feladat volt, ahol egy eszméletlen személy ellátásáról kellett gondoskodniuk, például stabil oldalfektetés alkalmazásával. A tanulók nagyon lelkesen és felkészülten hajtották végre a feladatokat. A verseny szervezésében és a csapatok teljesítményének elbírálásában a Vörös Kereszt mellett a celldömölki mentőszolgálat is részt vett. Ahogy azt a szervezők elmondták, fontosnak tartják az elsősegélynyújtás elméleti és gyakorlati ismereteinek széleskörű tanítását, valamint a humanitárius szemléletmód terjesztését. Ezért is jelentősek az ilyen jellegű versenyek, ahol a tanulók nem csak számot adhatnak felkészültségükről, de tudásokat, képzettségüket is összemérhetik. Húsvéti játszóházba várta a gyerekeket pénteken a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár. Az ünnep jegyében különböző tavaszi díszek készítésével, tojásfestéssel és társasjátékokkal tölthették el a délelőttöt a kicsik. Az ünnepekhez közeledve idén is megrendezték a hagyományos húsvéti játszóházat a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban. A péntek délelőtti foglalkozáson különböző tavaszi díszeket, húsvéti ajándékokat készíthettek a gyerekek, és a tojásfestés különböző technikáit is kipróbálhatták. A játszóház a szülők és nagyszülők előtt is nyitva állt, segíthettek a kicsiknek a tojásdíszítésben és a kézműveskedésben is. A jelenlévők kedvükre válogathattak az asztalok között, készíthettek barkadiszt, nyuszibábot, nyuszifüzért, de papírból hajtogathattak tojástartót is. Aki ahhoz érzett kedvet, húsvéti üdvözlőlappal lephette meg szeretteit, vagy különböző társas játékokkal mulathatta az időt. A tavaszi játszóházat nagy érdeklődés övezte, az óvodások és iskolások is lelkesen készültek a húsvéti ünnepekre. Bormustrát tartott április 15-én a Kemenesaljai Szőlő és Kertbarátok köre a Művelődési Központban. A sághegyi borokserek szemléjére 22 minta érkezett a szőlős gazdáktól. A Kemenesaljai Szőlő és Kertbarátok köre, valamint a környék borászai 13. alkalommal rendezték meg a sághegyi borokserek szemléjét. A kóstolóval egybekötött megmérettetésen 22 mintát értékelt a háromtagú zsűri, dr. Hollósi István nyugalmazott falugazdász, Söptei Józsefné alpolgármester és Németh Anikó kertészmérnök. A régióra jellemzően a legtöbb minta a rozália, a pátria, a furmin, az olasz rizling, valamint a jufark szőlőfajtákból készült bor volt. A kóstolók szerint a gazdák idén kiváló borokat hoztak magukkal a mustrára, ami a kertbarátok körében folyó, több éves szakmai munkának is köszönhető. Míg az első években a benevezett borok egyharmada nem érte el a minősítés határát, most jó a jobbal versengett. Az arany és az ezüst minősítés között a nem megfelelő bortárolás volt a döntő, vagy ahogy a zsűri fogalmazott, némely bor ízén és illatán érződött a hordós érlelés. Ennek ellenére valamennyi bor megállná az országban a helyét, és alkalmas lenne palackozásra is, mondta összefoglalóul Söptei Józsefné alpolgármester. A zsűri a kóstolás után 2 nagy arany, 10 arany, 6 ezüst és 4 bronz minősítést osztott ki. Tulipán úttal vette kezdetét a Tulipán Fesztivál program sorozata április 12-én. A zenés táncos virágköszöntő ünnepségen ezúttal szó szerint minden a tulipánok körül forgott. Május elején hagyományteremtő szándékkal kerül megrendezésre a Tulipán Fesztivál. A tavalyi évben elültetett több tízezer tulipán a jó időnek köszönhetően hamar virágzásnak indult. Szinte az összes példány kinyílt a hétvégére, beborítva az egész várost. A szombaton megrendezésre került tulipán úttal mindenki számára a lehetőség nyílt a számtalan színben pompázó virágtengerek megtekintésére. Az érdeklődőket Dotto városnéző vonat vitte végig Celldömölk legvirágosabb helyszínein. Hatalmas volt a kíváncsiság, a kis vonat kocsiai szinte minden fordulónál teljesen megteltek. Az ünnepséget a Kemenesalja Néptánc Együttes fellépése színesítette, akik tradicionális táncokkal és élőzenével járták körbe a virágokat a város több pontján. Este 7 órától Török Ádám és a Mini Együttes szolgáltatta a zenét a közönség számára.
Később a polgármester mondott köszöntő beszédet, melyben a fesztivál további programjaira is minőségi szórakozást garantált. A Tulipánút keretén belül Török Ádám és a Mini Együttes adott koncertet a KMKK előtti téren. A hazai jazz-blues zenei vonulat egyik legnagyobb alakja repertoárjának klasszikus és új darabjaival szórakoztatta a közönséget. Török Ádám és együttese a Mini Magyarországon egy méltatlanul perifériára szorult zenei műfaj legendás képviselője. Az énekes lassan fél évszázadot tevékenykedik a zenei életben, számos kiadott album és színes életpálya áll mögötte. A főként a jazz, blues és rock ötvözetét képviselő zenész nem csak kivételes tehetségi dalszövegíró és énekes, de világszerte ismert fuvolista is. A Mini az 68-ban kezdett játszani, de én már 68 elején játszottam a Dax nevű budapesti híres bandába. 20 éves voltam akkor, és aztán a 68 nyarán csináltuk a Mini együttes a legendás gitáros az Ávodi Jancsival, akit ismertek a Piramisból, aztán jött az a korszak, mondja Pap Gyusziék, utána a Német Karcsi, aki ma is itt van az együttesben 40 éve, és hát a 80-es évek elejéig működött a Mini együttes. Utána egy ilyen hosszú kísérleti korszakom kezdődött, és aztán csináltam a 90-es évektől a bluesos dolgaimat, és most pedig 98 óta van a Török Ádám és a Mini. Először rockblues-zal kezdtem a Janóval, aztán progresszív rock volt a Pap Gyulával, a legendás zongoristával, akivel ma is játszunk, most megint felelemintettük az ősminit, csináltunk is az új lemezedalokat. Aztán csináltam jazz rockot, és aztán ez egy nagy szerelem, a 80-as évek végén a blues fele fordultam, és most csinálom a blues rockot, blues-t, most már lassan 20 éve ezt is, vagy 25 éve inkább. Április 12-én lépett fel együttesével a KMKK előtti téren, ahol egy közel két órás koncertet adott az érdeklődők számára. Nem csak az olyan zenei klasszikusok csendültek fel, mint a Koldus Király, a Kell a barátság vagy a Vissza a városba, de a legújabb albumról is elhangzott néhány eklektikus műfajú darab. Én elégedett vagyok a pályafutásommal, a világot bejártam, 46 éve színpadon vagyok, 27 lemezem jelent meg, CD, LP, több mint 8000 koncertem volt, több mint 5 millió ember látta, de voltam az Egyesült Államokban a legnagyobb fesztiválon, játszottam függetlenség napon Philadelphiában 500 000 emberről, 90 ember. A svájci turnéim is marha sikeresek, még ma is járok Svájcba, de a legnagyobb sikerem az, hogy azért Magyarországon van egy pár ezer ember, aki szeret ma is. Az este 7 órától kezdődő koncerten Török Ádám életpályájának minden szakaszából szólaltak meg darabok. A zenészt az új Mini együttes kísérte, amelynek tagjai között az öreg motorosok mellett fiatal tehetségek is játszanak. Török Ádám az elmúlt 46 év során folyamatosan alkotott, koncertezett, albumokat készített, tervei szerint pedig ugyanezt az aktivitást szeretné továbbvinni az elkövetkezendő években is. A Sepsiszentgyörgyi Osonó Színház műhely tagjait látta vendégül Celdömölkön a Soltis Lajos Színház. A Világot járt csapat az Ahogyan a víz tükrözi az arcot című előadásával mutatkozott be a helyi közönség előtt. Nem a megszokott színházi műfajok egyikében vitte közönség elé az Ahogyan a víz tükrözi című előadását a Sepsiszentgyörgyi Osonó Színház műhely. A Fazekas Misi által rendezett darabon nem egy folyamatos történetível át, hanem ahogy a plakát is hirdeti, színházi megnyilatkozásokat hallhat a néző. Valóban megnyilatkozások, melyek elnyomott társadalmi problémákat, szociológiai adatokat közölnek a román gyerekek életkörülményeiről, bántalmazásáról és még sok minden másról. Ez egy dokumentarista előadás, tehát gyakorlatilag mi valamikor 3 évvel ezelőtt abból indultunk ki, hogy fiatalokat kérdeztünk meg arról, hogy ők mit gondolnak arról a világról, amiben élnek, milyen problémákat látnak a saját életükre nézve, vagy akár a jövőképük szempontjából. Aztán hamarosan kiderült, hogy a fiatalok helyzetéről nem lehet úgy beszélni, hogy közben mondjuk a felnőttek vagy az idősek helyzetét ne érinteni. Tehát így jött létre egy társadalmi korkép tulajdonképpen. A darab bejárta Erdélyt és Magyarországot, európai turnéjuk során megfordultak vele többek közt Németország, Dánia, Olaszország, Svájc és Belgium különböző városainak színpadain, s a távoli tájföld közönsége előtt is sikerrel mutatták be.
Az előadás túl a 296. bemutatón is aktuális üzenetet hordoz, amit kortól és nemtől függetlenül lehet értelmezni. Odahaza annyira nem beszélünk bizonyos lényeges, fontos kérdésekről, hogy mindenképp mi azt éreztük, hogy ezekről egy előadást kellene készíteni, utána pedig közönségtalálkozót kellene tartani, hiszen alapvetően mi azt gondoljuk a színházról, hogy egy nagyon jó fórum lehetőség, és a lehetősége benne van egy kommunikáció beindításának. Tehát mondom, hogy az előadás végig közönségtalálkozókon azért nagyon sok minden feljön az emberekből. Annyi teher van az embereken, illetve annyi seb van a lelkükben, hogy ez az előadás is, mint egyébként sok minden más, de az előadás is megpróbál egy picit enyhíteni, segíteni az embereknek. Az Osonó Színház műhely tagjai egy hétig vendégeskednek Celldömölkön. Ez idő alatt a soltisosokkal közösen szakmai műhely munkán vesznek részt, és megtervezik a két társulat közös projektjét. Asztali tenisztermet avattak április 14-én a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzőiskolában. A termet a kétszeres világbajnok, többszörös Európa-bajnok és magyar bajnok asztali teniszezőről, Klampár Tiborról nevezték el. Két új pingpongasztallal, hozzátartozó hálóval, labdákkal és ütőkkel gazdagodott a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzőiskola. A sportfelszereléseket a Magyar Asztali Tenisz Szövetség jóvoltából kapta meg az intézmény. Engem megkeresett a Sipos Tibor igazgató úr, hogy hát ők szeretnének egy asztali tenisz termet avatni, és hát a Klampár Tibor, aki most már 8 éve itt van Celldömölkön edző és világbajnok, hogy őről szeretnék elnevezni. Hogy én a szövetségnél tájékoztattam a vezetést, hogy Vas megyében is itt van erre igény, és hát ezen a mai napon keresztül délelőtt Kőszegen voltunk, ahol a Nagy László eltérő nevelési intézményben, ott közel egy 200 gyerek előtt adtunk át egy két új asztalt, ahhoz eredményjelzőt, asztalokat, ütőket, labdákat, hálóval. Hát ugye az az elképzelés a Magyar Asztali Tenisz Szövetség vezetésének, hogy 16 kiemelt sportág közé az asztali tenisz bekerült Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy közel 2 milliárd forint plusz állami támogatást kap az asztali tenisz 7 év alatt, és ennek nagy részét arra szeretné költeni a szövetség, hogy minél több szakosztály induljon be Magyarországon. Az új sporteszközökkel egyidejűleg egy új terem is nyílt a Celldömölki középiskolában. A korábban osztályteremként működő földszinti helyiséget az iskola felújította, és asztali teniszteremként rendezte be, amit a kétszeres világ, többszörös Európa-bajnok asztali teniszezőről, Klampár Tiborról neveztek el. Nagyon örülök ennek, azért is, mert már 8. éve vagyok itt edző, és hát így megbecsülnek, tényleg nagyon örülök ennek a dolognak, még nem neveztek rólam termet el, remélem még fognak, de ez eddig a csúcs nekem. Szerintem fogják szeretni, már mondom, ez a labdajátékoknál, így nem is kell olyan túl sokat mozogni, nem úgy, mint egy röplabdánál, vagy kosár, vagy kézilabda, mert ott futni kell. De itt is kell azért mozogni, de igazán, ha kézre ütik, akkor nem nagyon kell megmozdulni. A Magyar Asztali Tenisz Szövetség célja a sportág népszerűsítése a fiatalok körében. A szövetség főtitkára szerint az asztali tenisz nem csak a professzionális sportolóknak lehet fontos, hanem azoknak is, akik értékesen szeretnék eltölteni a szabadidejüket. A világon negyedik legnépszerűbb sportág az asztali tenisz, ahogyha azt veszük, hogy hányan űzik és hányan nézik ezt a sportágat. Ennek ugye nagyon egyszerű oka van, az ázsiai dominancia a számokban szépen túl tudja kompenzálni azokat az országokat, mint például Magyarország, ahol sajnos nem elég népszerű a sportágunk. Én azt gondolom, hogy ha a gyerekek tényleg elkezdenek játszani és megszeretik ezt a sportágat, meg ismerik, akkor remélhetőleg a népszerűségünk az nőni fog. Ez egy hihetetlen lehetőség, hogy itt van egy Klampár Tibor asztali teniszterem, hiszen gyakorlatilag általános iskolában állandó termek nem nagyon vannak, állandó asztalok nem nagyon vannak, így gyakorlatilag a gyerekek minden szünetben akár pingpongozhatnak. A Klampár Tiborról elnevezett terem avatására április 14-én került sor. A hivatalos megnyitó az iskola diákjainak jelenlétében zajlott, akiknek körében már most nagy népszerűségnek örvend az új terem. Azt hiszem logikusan döntöttünk amellett, hogy
Kampár Tiborról nevezzük el a termet, hiszen most már a Cerdomő kivése edzője, mellesleg asztalitenisz legenda, és hát nagyon szívesen is fogadták el ezt a lehetőséget, illetve azt, hogy eljönnek és egy kis sót, egy kis műsort kerekítünk az egész mellé. Egyébként az egyik legnépszerűbb termünk most per pillanat az asztalitenisz-terem. Amikor a gyerekeknek van ideje, vagy délután, vagy Lukas órában, nagyon szívesen jönnek ide, meg hát azért a testnevelés órák számának növekedésével azért minél több helyre van szükség. Hát az, hogy mennyire sportjellegű, természetesen sport is, de inkább szabadidős jelleggel veszik igénybe a gyerekek. Az új asztali teniszterem megnyitásának alkalmából bemutató mérkőzést játszott Klampár Tibor és Fazekas Péter, a CVSS Vitelszky Vevalka férfi asztali tenisz csapat játékosa. A magyar válogatott rendkívüli lehetőségnek tartja, hogy a gimnáziumban önálló pingpongterem működhet. Szerintem Magyarországon ez egy egyedi eset, hogy ilyen van, hogy egy iskola külön asztali teniszteremmel rendelkezik 0-tól 24 óráig. Ez egy nagyon, nagyon nagy lehetőség a fiatalok számára, meg az asztali tenisz számára is, hogy igazából amikor szabad idejük van, akkor ide le tudnak jönni. Ugye én Kőszegen jártam 2,5 évet iskolában, 8 éves koromtól 10,5 éves koromig, úgyhogy számomra ez egy kifejezetten pozitív élmény volt, hogy ilyen alkalommal visszamehettem az iskolába. Az asztali teniszterem avatása után a diákok Klampár Tibor élménybeszámolóját hallgathatták meg a gimnázium tornacsarnokában, aki dedikálással tette emlékezetessé a napot. Április 18-án ismét az erős emberek vették birtokba a KMKK előtti teret. A kétnapos megmérettetésen a résztvevők számos versenyszámban próbálhatták ki magukat, hogy kiderüljön, ki az erősek legerősebbike. Az erős emberek kupáját immár második alkalommal rendezték meg városunkban. A versenyre 9-en neveztek az ország minden tájáról, köztük szerepeltek fiatal kezdők és rutinos erőemberek is. A verseny főszervezői Döbrösi Géza és Hajmási Zsolt, az Energy Fitness tulajdonosai és a Magyar Erős Ember Szövetség vezetője, Darázs Ádám egyaránt örömüket fejezték ki, hogy a megmérettetés idén is megvalósulhatott. Tavalyi verseny számunkra egy nagyon pozitív meglepetés volt. Nagyon gyorsan kellett időpontot találnunk ahhoz, hogy meg legyen rendezve az a rendezvény, és nagyon sokan jöttek ki megnézni, mind ide, mind pedig a termálfürdőhöz. Úgyhogy az idén egy kicsit jobban tudtunk rá szervezni, jobban tudtunk rá készülni, próbáltunk a versenyszámokon változtatni, hogy a nézőknek még látványosabb legyen, még érdekesebb legyen. Azt gondolom, hogy ez sikerült, és 9-en jelentkeztek. Hát vannak itt, ahogy említettem, már olyanok, akik a végső győzelemre is akár esélyesek lehetnek az országos bajnokságon, illetve van olyan versenyző is, aki nyert már országos bajnokságot, és vannak itt a fiatalok közül is, akiknek egy remek felkészülés lesz, illetve a jövőben a rutinszerzés célját szolgálja. Április 18-án pénteken 5 órakor vette kezdetét a verseny, amelyet Fehér László polgármester nyitott meg beszédével. Az első nap programjában kamionhúzás, rönknyomás és autóemelés szerepelt. Már az első 3 versenyszám alatt egyértelművé vált, hogy a versenyszámok kivételes fizikumot és felkészültséget igényelnek a sportolóktól. 2006-ban kezdtem el ilyen kis pincékbe, bungikba, és amikor úgy mondhatom, hogy kicsit komolyabb lett a dolog, az 2008-ban volt, amikor egy testépítő versenyen indultam. Ugye kicsit azért másabb, mint amit itt a nézők látnak. És több-kevesebb sikerrel szerepeltem ott a testépítő táborba, és utána döntöttem úgy, hogy 2009-ben elkezdtem készülni erre az erő, úgymond komolyabb erősportra, és 2010-től versenyzek az erőemelésben, ami az én fő irányvonalam, illetve itt az erős ember táborba is 2010-ben mutatkoztam be, erőemelésbe tudható be. 2010-ben megnyertem a UAP junior világbajnokságot, illetve tavaly 2013-ban Portugáliában a felnőtt profi Európa bajnokságon ezüstérmet szereztem. Szombat délelőtt a helyiek is bizonyíthatták erőlétüket egy fekvenyomó verseny keretén belül. 2-től viszont ismét az erős embereké volt a terep a főtéren. A délutáni programban ezúttal a kamionhúzás ülve, az egykezes súlykinyomás, az izlandi kereszt és a kőgolyó emelés című versenyszámok szerepeltek. 3-4 éve edzek, körülbelül 2 éve, inkább 2,5 éve versenyzek, aztán most már akkor erőszintet elértem, hogy itt vagyok már a legjobbak közt. Legjobb eredmény. Voltam már világbajnokságokon, könnyűsúlyú világbajnokságon, egy 110, illetve egy 105 kg-os világbajnokságon kint Ukrajnában. A 110-esen 7. helyezett lettem, a 105 kilóson 9. helyezett, illetve 2-szer megnyertem már a Brutal Challenge-et.
A versenyek után ünnepélyes eredményhirdetés következett, ahol mindenki átvehette a neki járó díjakat, kupákat. A dobogó legfelső fokára állhatott Rozik Gábor Dunaújvárosból, második lett a mezőszilasi Sebestyén János, a harmadik helyezést pedig Hajnal Tamás érte el, aki Martfűről érkezett. Két fordulón át tartó nyeretlenség után kitömte a Kemenes magasi hálóját a Celldömölki VS-e a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 22. fordulójában. A hazaiak hálója 9-szer zörrent meg a 90 perc során. A Kemenes magasi kezdőcsapatából 5-en is hiányoztak a Celldömölk elleni találkozón. A kezdő sipsza után 4 órával szerezte meg a vezetést a vendég alakulat, ezután pedig gólfesztivált rendezett a CVS-e. Nagy fölényben játszva már az első félidőben eldöntötte a 3 bajnoki pont sorsát, 5-0-ás vendégvezetéssel vonultak 45 perc után pihenőre a csapatok. A második félidőben is uralta a játékot a Cell, és fölényüket újabb gólokra váltották a teljesen széteső hazaiak ellen. Biztos vezetésük tudatában sem álltak le a vendégek, így gólparádi lett a 90 percből a Celldömölk részéről. Kemenes magasi ese, Celldömölki VS-e 0-9. A vendégeknél Klauzer Ádám Mester 3-ast ért el. Mellette Györkös Gábor Béla és Németh József egyaránt 2-szer volt eredményes, míg Baranyai Zsolt és Virág Martin 1-szer talált a kapuba. Győzelmével a Celldömölk a 22. forduló után 53 ponttal állt a bajnoki tabella 3. helyén, 5 ponttal leszakadva a 2. helyezett Sárvártól és 9 pont előnnyel a 4. János Háza előtt. A Body Contour alakformáló stúdió a legújabb technológiákkal és edzésprogramokkal várja a szépülni vágyókat. A lipolézeres zsírbontás fájdalommentes és mellékhatások nélküli kezelés, mely segít megszabadulni a feleslegesen felhalmozódott zsírrétektől, amelyel alkalmanként akár 1-3 cm-es körméret csökkenés is elérhető. A hasonló alapelven működő kavitációs kezelés hosszantartó, látványos eredményt biztosít a narancsbőrrel szemben. Az ultrahangos kezelés biztonságosan bontja le a zsírszöveteket mellékhatások nélkül. Az Elfit készülék elektromos izomstimulációs technikát alkalmaz, melynek segítségével egy 20 perces edzés alatt 1,5 órának megfelelő mozgást, 36 ezer izomösszehúzódást végez a test. Az Elfit tréning előnye, hogy egyszerre mozgat meg 10 izomcsoportot, így a vádli, comb, has, fenék, hát, mell és karizmait egyszerre feszesíti. A készülők kiváló lehetőséget biztosít mindazoknak, akiknek nincs sok idejük a mozgásra, vagy nem szeretik a konditermek zsúfolt légkörét. Segít az izületi és hátfájdalmakon, fogyaszt és feszesít. A stúdió a készülék használata mellett 20 perces személyi edzővel történő edzést is biztosít az eredményes alapformálásért. A tréningek mellett Szexika kócsöves szoláriumgép, taníti UV-mentes barnítás is működik a stúdióban, amely szintén biztonságos és gyors eredményt garantál a barnulni vágyóknak. Emellett végleges szőrtelenítésre, minőségi manikűrre, géllak alkalmazására és műköröm építésre is lehetőségük van a vendégeknek. Body Contour. Szép testben, épp élet. Természetgyógyászati, terápiás és diagnosztikai orvoscentrum Sárváron. Az orvoscentrum vezető orvosa, dr. Szepesi Péter szakorvos, természetgyógyász és homeopata orvos, 10 éves homeopátiás orvosi praxissal és 3 éves németországi klinikai tapasztalattal szeretettel várja betegeit. Kezelési területei: gyermek és felnőtt allergia, felső és alsó légúti betegségek, emésztőszervi panaszok, fejfájás és migrén, akut és krónikus fájdalmak, nőgyógyászati problémák, terheseknél magzatfejlődést támogató program, reumatológiai betegségek, autoimmun betegségek, autisztikus zavarok, rákbetegek immunrendszeri háttértámogatása, lelki problémák és betegségek homeopszichológiai kezelése. Szeretettel várjuk gyógyulni kívánó betegeinket Sárváron a Kassa utca 6-os szám alatt.
Hírmagazinunk végére ért, megköszönöm figyelmüket. Adásunkat a nap folyamán többször megismételjük. A TVCEL műsorairól továbbra is képújságunk oldalain, illetve a képernyő alján futó információs csíkról értesülhetnek. Internetes honlapunkon a műsorrendünk mellett korábbi hírmagazinjainkat is megtekinthetik. Munkatársaim nevében is áldott húsvéti ünnepeket kívánok nézőinknek. A viszontlátásra!